Jól kezdte a bajnoki szünet előtti utolsó meccsét a Nyíregyháza, 10 perc játék után 17 ponttal vezettek Zalaegerszegen a cápák. A második játék részben 12 pontot lefaragott hátrányából a házigazda, a harmadik negyed hajrájában pedig a vezetést is átvette az Ete. A vendégek azonban tartották magukat, az utolsó percekig nyílt volt a mérkőzés. A végjáték a jól büntetőző Zalaegerszegnek sikerült jobban, így a Nyíregyháza elszenvedte 18. vereségét. A klub ügyvezetője az eredmény ellenére elégedett volt a látottakkal. Nagyon biztató volt a mérkőzés, effektíve egy 10-15 pontos előnyit tudtunk már kiépíteni az első negyedbe. Fokozatosan zárkozott az Zalaegerszeg, ezért tudni kell, hogy nem véletlenül állnak a tabella harmadik helyén. Tényleg egy döntő esélyes csapatról beszélünk, de nagyon jól álltak hozzá a srácok a mérkőzéshez, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg olyan játékosok alkotják most már a csapat keretét, akik azonos célért küzdenek, konkrétan a bennmaradásért. Győzelmi esélyünk is lehettek volna, hiszen 26. percig vezettünk, majd a 38. percben volt 82-81-nél labdánk ahhoz, hogy újra nálunk legyen az előny, amivel nem sikerült élni, és a végén egy pár pontos adókapokból a Zalaegerszeg jött ki jobban. Zalaegerszegre már nem tartott a csapattal az angol Jordan Williams, akivel az elmúlt héten szerződést bontott a klub. Egyrészt van egy szakmai oldala, aztán láthatták a nézők is, hogy az utóbbi mérkőzéseken majd minden pont nélkül zárt, de ez szorosan összefüggésben van a játékos emberi oldalával, hiszen ő december óta gyakorlatilag lázad a munka ellen, már az előző edzőnél, de legfőképpen most ebben az időszakban gyakorlatilag cserben hagyta mind a játékos társait, mind a szakmai stábot provokációval, hozzáállásbeli gondokkal, úgyhogy nem is szeretnénk Jordanről többet beszélni, hiszen mérhetetlen csalódás az, amit tapasztaltunk, illetve amilyen kárt okozott a klubnak, de tovább kell lépni, és őt mint utolsó negatív szereplőt tudtuk a csapatból kivenni. Abszolút együttműködő volt a menedzsere, látta, hogy gond van, de nélküle megyünk tovább, és helyette érkezett egy afrikai srác. 2-11 magas, nagyon jó adottságokkal rendelkezik. Több éve már, hiszen szerb állampolgár is egyben dolgozott ex-jugoszláv országokban, a jelenlegi edzőnkkel is volt olyan időszak, amikor együtt dolgozott, úgyhogy fizikai paraméterei magáért beszélnek. Egy nagyon fiatal játékosról beszélünk, hiszen 22 éves, és rendkívül ambiciózus. Bízom benne, hogy alapattanóban a stabilitásban, illetve a leválásokból szerzett pontokban segítségünkre lehet, hiszen Erik Kópszal most már két olyan centerrel rendelkezünk, ami azt gondolom, hogy segítségünkre lehet a továbbiakban. A 20. forduló további eredményei a következők: Atomerőmű Ese, Szolnok 76-83, Kaposvár, Körmend 87-89, Sopron, Szeged 71-75, Szombathely, Kecskemét 98-61, Oroszlány, Deac 87-91 és Budapesti Honvéd, Albafehérvár 87-102. A tabella élén a Szombathely áll 18 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 15-4-es mutatóval rendelkező Szolnokot. A 2-18-as mérleggel sereghajtó Nyíregyháza legközelebb március 4-én a Körmend ellen lép pályára.